Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket Fábián Sebestyénből, a Kinizsi 2000 mezőgazdasági ZRT-ből. Elmondhatom, hogy térségünk egyik legnagyobb mezőgazdasági üzeméből jelentkezem. Bemutatom Önöknek Farkas Sándor országgyűlési képviselőt, a Kinizsi 2000 mezőgazdasági ZRT elnök vezérigazgatóját. Farkas úr, mit szól a felvezetőben elmondottakhoz? Köszöntöm a Kurca Televízió nézőit, és örülök, hogy most egy ilyen alkalommal itt beszélgethetünk. Már csak azért is, mert a bevezetőben az valóban elhangzott, hogy a térség egyik legnagyobb cége. Én nagyon bízom abban, hogy továbbra is, ha nem is a legnagyobb, de meghatározó cége lesz az elkövetkezendő 10-15 évben a mezőgazdasági ZRT, amit Fábián Sebestyénben működik. Az elmúlt héten egy fél napot együtt töltöttünk Perjés István növénytermesztési igazgatóval, aki körbe kalauzolt bennünket a határban, és elmondhatom, hogy forgatásaink során ilyen gyönyörű szép határral ebben az évben csak Dombegyházán találkoztunk, Dorcsinec János igazgató úrnál. Hogyan tudnak ilyen gyönyörű határt varázsolni, valamint ilyen jó minőségű földutakat létrehozni? Ennek hosszú története van, és nem a finom forgatás kedvéért kerültek ezek a dűlőutak és a táblák kialakításra, egy tudatos munkának az eredménye. Valamikor 1972-73-ban egy komoly meliorációs munka folyt a akkori szövetkezetben, ahol a táblásítás kialakításra került. Hát ennek sajnos nagyon sok negatív vonzata is volt, mert nagyon sok kis tanya, dűlőút, fasorok megszüntetése kerültek, de az új öntöző, akkori új öntöző rendszer kialakításához erre szükség volt. És akkor alakultak ki ezek a tábla méretek, ezek a dűlőutak helyei. Na most hát azóta azért eltelt elég sok év, és úgy vagyunk vele, hogy ezek a táblák az adott méretnek megfelelően továbbra is olyan sarkosak legyenek, mint amit lehetett látni. A dűlőutakról pedig az a véleményem, hogy olyan utaknak kell lenni a földutaknak, ahol a közlekedési feltételeknek maximálisan meg tudjunk felelni, illetve ha jó minőségi dűlőúton közlekedünk, akár mezőgazdasági gépekkel vagy egyéb gépekkel is, azok messze-messze az üzemanyag takarékosság jegyében tudjanak közlekedni, már csak azért, mert hogyha nem a kátyukat, a sártengert kell kerülgetni, hanem normális sebességgel lehet közlekedni, ez akkor munkaszervezésileg is, a betakarításoknál, egyéb munkáknál is komoly előnyt jelent, és nem utolsó sorban azok, akik mi végigszaladunk a határban terepjáróval, vagy akár személyautóval, is járhatók ezek az utak, és ez mind a munka hatékonyságát segíti elő. Kérem, mondja el nézőinknek, hogy a Kinizsi 2000 mezőgazdasági ZRT hány hektáron gazdálkodik, és milyen ágazataik vannak? A ZRT durván 3200 hektár az a bérelt területünk, amin gazdálkodunk. Ez durván 1000 hektárral kevesebb, mint a kárpótlás előtti időszakban volt, tehát 1992 előtt. Akkor ugye a kárpótlási törvény szerint a térség, illetve a község közvetlen közelében lévő táblákat ajánltuk föl kárpótlási területté, amelynek egy részét az akkori tulajdonosok művelésbe is vonták, illetve részben vissza is hagyták. Akkor alakult ki ez a 3200 hektár körüli terület. Ez minden évben kevesebb, ezt azért hozzá kell tenni, ha nem is olyan nagy számmal, de folyamatosan csökken. És ehhez próbáltuk igazítani minden évben a különböző növényi kultúráknak a területét, a vetés szerkezetet, a gazdaságnak a szerkezetét. És ma 13 növénynek a termesztésével foglalkozunk. Ez a 13 növény, ez részben gabonafélék, árunövények, konzervipari növények, a nehéz, a mezőgazdaság nehézipara is jelen van, mint a cukorrépa, olajos növényekkel, takarmány növényekkel, konzervipari növényekkel, tehát elég széles skálán mozog a mi vetésszerkezetünk, ami ugyanakkor komoly munkaszervezési feladatot is jelent, és bizonyos mértékben a hatékonyság rovására is mehet bizonyos munkaszervezés vonatkozásába, de összességében én úgy ítélem meg, hogy ez a több lábon élés, több lábon állás, több növénnyel való foglalkozás, vagy netalántán
egy bizonyos területnek a többszöri kihasználása egy év alatt, tehát kétszer vetünk, kétszer aratunk, vagy kétszer takarítunk be, ez lehetővé teszi, hogy ilyen vetésszerkezettel működünk, és a növénytermesztés mellett a másik nagy ágazatunk a állattenyésztés, ahol szarvasmarha, juh, alkalomszerűen sertéshízlalás, és egy ismét fejlődőben lévő lóágazat az, ami az állattenyésztést jelenti. És nem utolsó sorban, ha ágazatokról van szó, nagy ágazati egységekre, akkor van egy komoly műszaki ágazat, amely nélkül maga a részvénytársaság működése sem tudna olyan mértékben és olyan színvonalon megfelelni a kihívásoknak, mint ahogy meg tud most felelni. Ez egy nagyon fontos olyan háttér, amely biztonságot nyújt mind a két nagy termelő ágazatnak. Kezdjük a növénytermesztési ágazattal. Kérem, ismertesse, hogy milyen eredményeket értek el a gabonában és a kukoricában. Fontos kérdés, de nálunk nem a két legfontosabb növény. Ezt azért jó, ha tisztázzuk. Korábban valóban a korábbi szerkezetünkben gabonatermelés volt a fő csapás irány, fő hangsúly. Ugye a részvénytársaságnak a földterületének egy része az jó minőségű, a másik része az pedig a észak-keleti részen azok a cserebökény, illetve bucsiáti területek, azok rendkívül nehezen kezelhető, mondhatom azt, hogy perctalajok, ahol nem sok variáció van a növénytermesztés szerkezetének a változtatására, ezért ott megmaradtunk bizonyos mértékben az őszi gabonatermesztés vonatkozásába, illetve a szükséges vetésváltások miatt egyéb növényeknek a termelésére. Ez annyit jelent, hogy a jobb területeken, ahol elkezdtük az öntözés fejlesztését, nem is, hogy kezdtük, folyamatosan végeztük és végezzük, azokon a területeken már nem gabonaféléket termelünk, hanem főleg ipari növényeket és konzervipari növényeket. Tehát ilyen szempontból átértékelődött a növénytermesztésen belül is a gabona növényeknek a helyzete, a súlya. Tehát inkább azt mondhatnám, hogy részben kényszerűségből termelünk gabonaféléket, illetve a fő hangsúly nálunk nem a gabonaféléken van. Ettől eltekintve 5 tonnás búzaterméssel takarítottunk be, és közel 5 tonnát takarítottunk be teljesen száraz körülmények között, és a nem a legjobb területünkön, még egyszer mondom, a kukoricából. És így ezek a növények, ezek, hogyha nem áldozunk rájuk olyan mértékben, és nem investálunk ezeknek a területeknek akár a tápanyagpótlásában, vagy fajtában, vagy növényvédelemben, akkor azt nem mondom, hogy rentábilisak tudnak maradni, de minimális esetleg kiesést vagy veszteséget okozhatnak. A többi növény természetesen az prioritást élvez, és mi azokra fektetjük a hangsúlyt. Szegváron évek óta több száz hektáros területet nem öntöznek. Kihasználatlanul áll a földterületen az öntözőberendezés. Itt önöknél öröm volt nézni, hogy hadrendben vannak állítva az öntözőberendezések. Hány hektáron öntöznek és milyen növényeket? Nálunk az öntözés az egy tudatos tevékenység, tervszerűen tudatos tevékenység. Ahogy a bevezetőben is említettem, a 70-es évek elején egy nagy AC telep kialakítása volt az első lépés az öntözés fejlesztés területén és az öntözés beindítása területén a gazdaságunkba. Ez a terület már rekultivációra szorult, magyarul újjáépítettük, felújítottuk és átszerveztük, illetve új berendezéseket építettünk erre a területre. Erre azért volt szükség, mert a régi elavult technológiával már a hatékonyság az megkérdőjelezhető volt. És a tudatos munka eredményeképpen ott tartunk, hogy a szántó területünknek körülbelül a 60%-a öntözhető. Az azt jelenti, hogy nagy mértékben tudjuk magunkat az időjárás viszontagságaitól, amit az elmúlt években, ezek a nagyon komoly aszályos évek, nyarak voltak. Azt nem mondom, hogy függetleníteni, de a kárainkat úgymond csökkenteni. És ugyanakkor ez nem egy olcsó tevékenység, ezt azért már szeretném mondani, azért nagyon komoly, nem csak a beruházás oldaláról, hanem a vízdíjakkal, az üzemeltetés, a vízkijutatás tekintetében is nagyon komoly anyagi terhet jelent, de ezekkel a korszerű berendezésekkel az élő munkaerő részben csökkenthető, vagy minimalizálható. Nálunk általában ezek a berendezések 24 órában működnek,
kivétel, amikor olyan esetleges időjárási körülmény van, amikor valóban majdnem több elpárolog, mint ami lejutna a talajra vagy a növényre, azokat az időszakokat úgymond kihagyjuk, de általában 24 órában működnek ezek a berendezések, és általában két berendezést egy személy felügyel, illetve üzemeltet, és ezekkel a berendezésekkel nem csak öntözővizet, hanem egyéb kemikáliákat is ki tudunk juttatni. Az adott kultúrának a függvényében ezeket meg is tesszük. Évente mennyi vizet használnak fel öntözésre? Ez változó. Nem akarom megkerülni a kérdést, de ez változó. Ugye attól függ, hogy milyen kultúrák kerülnek az adott öntöző területekre. Csak egy példát említek, az öntözés sem lehet büntetlenül folytatni hosszú időn keresztül. Bizony, amikor két kultúrát termelünk egy adott földterületen, az nagyon komoly megfontolásra késztet bennünket, már csak abból kifolyólag is, hogy ezeken a területeken milyen tápanyag utánpótlás, milyen szerves trágya utánpótlás, milyen talajművelést végzünk. Éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy ezek a területek, mi már eljutottunk odáig, hogy bizonyos pihentetésről is beszélhetünk, tehát öntözött területeknek a pihentetése. Hát ez természetesen ez a pihentetés, ez egy kicsit olyan átvitt értelemben kell ezt érteni. Az azt jelenti, hogy nem intenzív kultúrát tartunk ezeken a területeken adott évben. Így például most ősszel közel 300 hektár lineár terület alatt őszi búzát vetettünk, ami nem azért történt, mert mi annyira szeretnénk búzát termelni, hanem azért, hogy megpihentessük a talajokat és regenerálódjanak ezek a területek. Természetesen utána ismételten vissza fogunk állni ezeken a területeken, akár majd a mély műveléssel, vagy a középmély lazítással és egyéb területen. Visszatérve az eredeti kérdésére, volt olyan év, amikor 3 millió köbméter öntözővizet juttattunk ki. Ez nagyságrendileg ez elég komoly vízkivételt jelent. Ugye azok a betápláló csatornarendszerek, amelyekkel mi itt bírunk, és amelyekből tudjuk ezt az öntözővizet kijuttatni, az azért egy komoly összehangolt munkát feltételez, mert ezen a csatornarendszeren több gazdaság üzemel, és itt egy nagyon okszerű, észszerű egyeztetésre van szükség, hogy mikor, ki, mennyi öntözővizet használ fel, mert ennek a csatornának az eredeti terv szerinti kapacitása, ez nem ekkora területről szólt, ugye a mi területeink benne voltak az eredeti tervben, csak utólag már sok mindenki erre rácsatlakozott. Na most itt azért nagyon figyelni kell azt, hogy az adott pillanatban kinek milyen kultúrája van, és megpróbálunk természetesen a lehetőségekhez mérten figyelembe venni a többi gazdának, gazdaságnak is az igényét, és ugyanakkor kölcsönös ez az együttműködés. És azért 3 millió köbméter öntözővíznek a kijuttatása önmagában is egy óriási tétel, ha már az értékét már nem ismerem ki se számolni. Láttunk itt önöknél olyan öntözőcsatornát, amely nincsen kibélelve. Ön szerint mekkora lehet egy ilyen csatornában az elszivárgási arány? Gondolom sok-sok millió forintba kerülne a kibélelése vagy a kibetonozása. Ilyen felújítási munkákra az állam ad-e támogatást? Hát ezt nagyon messziről fogom kezdeni ezt a választ. Ugye amikor az első nyílt csatornás öntöző rendszereket kezdtük építeni, ott azért a különböző talajvizsgálatok figyelembevételével, talajminták, illetve szelvények figyelembevételével a legnagyobb elszivárgással bíró szakaszokon, ott részben a csatornáknak a fenékhajzata, illetve a rézsüje az betonozással került kivitelezésre, hogy minél kevesebb elszivárgás legyen. De vannak olyan területeink, vannak olyan csatornáink, ahol sajnos ez nem valósult meg anyagi gondok miatt. Hát ott a csatornák mellett lévő területeken már lehet is látni, hogy milyen komoly károkat okozott a felázás, az elszivárgás. Itt már egyből kapcsolódok is hozzá, hogy a víztársulattal közösen most azokat a legkritikusabb területeket vagy szakaszokat sikerül várhatóan fóliás, ezzel a kemény fóliás béleléssel kiiktatni. Ez egy komoly környezetterheléstől szabadulunk meg, ha fogalmazhatok így, mivel ott azok a területek már gyakorlatilag művelhetetlenné váltak.
Természetesen, ha egy tavaszi időszakot nézünk és egy átlag csatornát, akkor akár 30-40%-os elszivárgásról is lehet beszélni. Itt a mi térségünkben általában 3 méter alatti területen végig homok van, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ez a víz minél jobban hasznosuljon és minél kevesebb elszivárgás legyen, de ugyanakkor a párolgás is, mivel elég nagy a csatornáknak a felszíne és elég nagy felületen helyezkednek el, itt a párolgás is komoly veszteséget okozza, a legnagyobb végül is az alsó elszivárgás. Hát ezeket be kell nyelni, hogyha fogalmazhatok így, ez mindig a gazdának a feladata, vagy a gazdálkodónak a feladata, és a kötelessége, hogy azokat az elszivárgó vizeket ugyanúgy ki kell fizetni, tehát ez egy komoly gond, de hát épp azért próbálkozunk, amennyire csak lehet most már a mai korszerű feltételeknek megfelelően ezeket a csatornákat burkolni, bélelni. Hát itt aztán természetesen egyéb problémák is felmerülnek, mert amikor gazdálkodásról beszélünk, öntözésről, növénytermesztésről, ott nagyon komolyan figyelembe kell venni a környezeti hatásokat, a környezeti tényezőket, ami nem biztos, hogy éppen az okszerű mezőgazdasági művelésről szól. A környezetvédelembe számomra beletartozik a térségben a vadvédelem is, és ezeket a csatornákat úgy kell kialakítani, úgy kell gyakorlatilag kialakítani, hogy a vadaknak is nem csak, hogy ivóvízhez jussanak, hanem esetleg, ha beleesnek, belecsúsznak, akkor a menekülési lehetőséget is biztosítani kell. Sajnos nekünk ezzel legelső évben voltak problémáink, de szerencsére megtaláltuk a megoldást, és azóta ezen túl vagyunk, és környezettudatos, nyugodtan mondhatom, környezettudatos gazdálkodást folytatunk, nem csak a növénytermesztés, nem csak a szántóföldi művelés, hanem az egész térségben. Az elmúlt években voltak lehetőségek, amikor öntözésfejlesztési támogatással ezeknek a csatornáknak a burkolását, felújítását meg lehetett oldani. Most ebben az elmúlt két évben erre nem volt lehetőség, de természetesen azért arra törekszünk, hogy ezt minél jobban meg tudjuk oldani. Ez akár a víztársulattal való együttműködés a különböző díjak befizetéséből tervszerűen, ugye ebben nem csak Fábiánc Sebestyént kell ez alatt érteni, mert a térség vízgazdálkodását, mert egy vízgazdálkodásról, hogy beszélünk, akkor ez nem egy üzemi történet, az térségi történet, sőt még mondhatnám annál is nagyobb. Éppen ezért fontos az, hogy megfelelő alapokból ezeknek a csatornáknak, az állagának a megóvása és a minimális környezetterhelésnek a biztosítása legyen a célunk. Én úgy gondolom, hogy ez most úgy nálunk és a térségben jól kezelt történet, és bízom abban, hogy az elkövetkezendő években még erre van egyéb plusz forrás is lehetőségként fel fog merülni. Már csak azért is, mert több stratégiai program készül 2014 és 2020 között, ami már ugye az új EU-s időszakot fogja jelenteni. Ebben komoly szerepet fog kapni az öntözésfejlesztés. A fejlesztés mellett természetesen a ma működő vízrendszereknek a védelme, illetve a vízrendszereknek a karbantartása is, és akkor jöhet ez igazából szóba, hogy a már kialakított öntöző csatornák azok megfelelő burkolással védhetővé váljanak, és az okszerű vízgazdálkodásnak egyik feltétele ugye az is, hogy minél kevesebb víz vesszen el, éppen ezért az a hatékonysági mutató így előrébb tud menni. Ugyanakkor várható az, hogy erre komoly támogatások lesznek, mivel ez egy kormányzati stratégiai elemként fog működni. Említette, hogy termelnek zöldborsót, zöldbabot és csemege kukoricát. Ezek a növények ebben az évben milyen eredményt produkáltak? Az ősszel volt pár nap fagyos idő, voltak fagykáruk? Hát, ha úgy fogalmazom, hogy egy elég kritikus év volt, akkor lehet, hogy gyengén fogalmazok. Olyan történések voltak ebben az évben, ami a korábbi években nem fordultak elő. Zöldborsó termesztésünk az nem mindig szerencsés, hozzáteszem, általában mindig egy korai időszakba kapjuk a zöldborsó vetésnek az időpontjait, ami ugye ebben az évben a márciusi havazást nem kell elfelejteni, annak a hatása az április közepéig, egyszerre kellett vetni a zöldborsót, a kukoricát, mindent, úgyhogy ez egy kaotikus időszak volt, de ettől eltekintve
Ez a növény, ahol sikerült időben jó minőségbe elvetni, az egy közel 6 tonnás terméssel hálálta meg. Volt egy táblánk, ami különböző korábban soha nem tapasztalt növény egészségügy, inkább így fogalmazok, problémával küzdött. Egy bizonyos gombafaj volt felelhető, ami komoly gyökérkárosodást okozott, ott egy szerényebb eredményt értünk el. Ennek is most már tudjuk az okát, megfejtettük, mert nem szoktunk elmenni a problémák mellett, hogy neki utassuk ki egy adott felmerülő problémának az okát és következményeit. Tehát ezen túl vagyunk, ugye ez a legkorábbi vetésű növényeink a zöld borsó, majd a csemege kukoricák azok most időben, aránylag időben elvetésre kerültek, még a másod vetésűek is. Ugye ezeket a növényeket kimondottan csak öntözött körülmények és rendkívül intenzitással szabad és figyelemmel szabad csak termelni. Ugye itt komoly szerződési kötelmek vannak, amelyeknek eleget kell tenni, vetési időtől kezdve számtalan paraméter meghatározásra kerül. Ennél ezek a növényeink, ezek a csemege kukoricáink különböző táblákban igen jól szerepeltek ebben az évben, még a másodvetésű kukoricák is, ami azt jelenti, hogy az 16-17 tonna termés mennyiséget is tudták, a másodnövények is. Volt egy utolsó táblánk, ami már abban a ominózus október elejei fagyhullámba is még itt érte a fagy a mi táblánkon, a mi területeinken, de akkorára már olyan fejlett volt a kukorica, hogy gyakorlatilag a cső az már kevésbé károsodott, maga a csuhé levelek meg sem fagytak, de már a felső asszimiláló felület az elfagyott, így nem fejlődött tovább, de így is még közel 17 tonna termést tudtunk betakarítani. A legnagyobb kárunk az a zöldbabból volt, mivel a zöldbab területeink azok, vagy a zöldbab termő területünknek a felét tudtuk betakarítani, a másik felét elvitte a fagy. Hát ez benne van, de azért szokatlan, hogy október elején ilyen hideg legyen, mert az, hogy van egy dér, van egy bepillézik a útszélén a víz, de az, hogy kopogósra fagyjon, ilyen nagyon ritkán szokott előfordulni. Bizonyos tanúságokat levonunk, de ettől még nem megy el a kedvünk.